13. helyre. Na és akkor nézzük Marcit, aki ugye ott volt Pyeongchangban az olimpián, 30. lett műlesiklásban, aztán volt egy tércalakszakadása. Onnan egy hosszú rehabilitáció vezetett vissza a sípályákra. Közben szakdolgozatot írt a témából, mármint a tércalakszakadásokból, és azt mondta nekem Marci egy 3-4 órája nagyjából, amikor cseteltünk, hogy megpróbál azért támadóbban síelni majd itt a második futamban, mint azt tette az elsőben, és ez egyértelműen látszik. Az első az inkább egy biztonsági menet volt. Hát jön a nehéz kapu kombináció, remélhetőleg most már nem esik ki, és akkor ugyanúgy 30-ban lesz egy VB-n, mint ahogy volt az olimpián is, a 25. helyre jön meg. A Dán